Sziasztok! A zöld diót nagyon sokféleképpen lehet felhasználni. Többek között vörösborba lehet áztatni, vagy pedig diólikört lehet belőle készíteni. A vörösboros zöld dió receptjét már megosztottam veletek, és az egyik féle diólikör receptjét is. Ezeknek a linkje a leírásban megtalálható. Most egy másfajta ízesítésű diólikör elkészítését, receptjét mutatom be. A diófáról leszetek körülbelül 750 g zöld diót, ez 20-30 darab körül van. Olyan dió legyen csak leszedve, ami még zsenge, tehát egy tűt könnyen bele lehet szúrni, és még nem alakult ki csonthéj a dión. Földre lehullott zöld diót én nem szoktam felhasználni, mert azoknak általában nagyon csúnya már a belseje. A leszedett diót megmosom és négybe vágom. A dió belül szép fehér, és nagyon könnyen lehetett vágni. Tehát nagyon fontos, hogy zsenge legyen a dió, mert itt sokkal jobb ízű alikör. Ha elég zsenge a dió, akkor nem fogja be a kezetet. ellenkező esetben érdemes felvenni egy kesztyűt, mert elég sárga tud a kéz lenni a diótól. Tehát keményebb dió esetén már színezheti a kezet. Az összevágott zöld itt vannak, nagyon szépen néznek ki, és ezeket beleteszem egy 5 literes befőttes üvegbe, és hozzáadom a fűszereket. Az üvegbe kerül egy evőkanál, szegfűszeg, egy vaníliarúd, kettő darab egész fahéj, Kettő darab, csillagán is egy darab szerecsendió. Erre ráöntök három liter pálinkát vagy vodkát. Tehát amúgy teljesen mindegy, hogy vodkát használsz, vagy pálinkát régebben vodkából készítettem, de most van házi pálinkám így azt fogok használni. Viszont nagyon fontos, hogy csak jó minőségű pálinkát használj hozzá, amit amúgy is szívesen meginnál, tehát nem érdemes likört készíteni olyan pálinkából, amire azt mondod, hogy ez így nem finom, meginni pálinkának jó lesz likörnek, az likörnek sem lesz finom. Ezt körülbelül 5 hétig hagyom állni a konyhapulton, és időnként kicsit megrázom, érdemes egy-két naponta, én amúgy általában el szoktam felejteni, úgy sem szokott baja lenni. A zöldió szépen beszínezi a pálinkát, vodkát nagyon klassz színe van. 5 hét múlva a likőrt majd le fogom szűrni, és ekkor hozzáadok 750 g cukrot, ezt most nem tudom bemutatni, mert még ez nem történt meg. Ekkor majd pár napig állni hagyom, majd literes üvegekbe töltöm. Karácsonyra nagyon finom íze lesz. Nekem igazából akkor ízlik legjobban, amikor már két-három éves a likőr, ekkor van a legjobb íze. Nagyon gyakran a a cukrot már az elején hozzáadom, mert mindig sietek és leszűröd, amikor, amikor sikerül. Nekem az öt hetet sem sikerül mindig tartanom, van, hogy két hónap múlva jut eszembe, mert sok a munka a mezőgazdaságban, Igazából semmi baja nem lesz, tehát kicsit erőteljesebb, keselnyésebb az íze. Ti szoktatok diólikört készíteni? Ha igen, akkor milyen fűszereket szoktatok beletenni? Köszi, ha megírjátok, további szép napot, sziasztok!